A Kisvakon tábor évtizedek óta a nyíregyházi és megyebeli gyermekek egyik kedvenc nyári kikapcsolódása. A táborok választásakor a szülők közel 20%-a már nem csak biztonságos felügyeletet és szórakozást keres gyermekének, ennél többet szeretnének kapni a táborhéttől. A gyerekek egészséges mentális fejlődése, problémáik megoldása ma már ugyanúgy elvárható egyes tábortípusok esetében, mint a lovaglás egy lovastábor esetén, derül ki a táborfigyelő adataiból. Nyíregyházán 8 héten keresztül 8-féle tábortípusban vehetnek részt a gyerekek. Minden évben igyekszünk valamilyen újdonságot belehozni, az idén is lesz egy újdonság. Bővítjük a tábor számát, a választási lehetőséget, indul a ZEAK sporttábor. Tehát igyekszünk a jól beállított menetrendet picit bővíteni és tágítani a lehetőséget a szülők számára. Nagyon fontos az, hogy 1600 gyermeket térítésmentesen tudunk táboroztatni egy egyházán. Ez egy nagyon komoly érték, és ezt próbáljuk évről megőrizni. Az idején is ez így lesz. A szülők vihetik úszó vagy idegen nyelvi táborba is a gyerekeket, de a múzeum faluban is szerveznek nyári programokat. A táborokban kizárólag az étkezésért kell fizetni, ez 2700 forint. Még ebből az összegből is kapnak kedvezményt, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapnak, nekik egyáltalán nem kell fizetni még az étkezésért sem. Valamint a három vagy több gyermekes családoknak az összeg felét kell befizetni. Azok a szülők, akik nem tudják megoldani a gyerekek utaztatását, az önkormányzat 3600 forint per hét áron azt is megoldja. Az első tuknus ingyenes. Ez 1600 gyermeket jelent. Amennyiben valaki szeretne még további turnust igényelni, és van kapacitás, akkor kizárólag az nominális önköltségi árat kérjük el, ami 16500 forint egy hétre. És ahogy hallottam a háttér információkból, ez töredéke annak, amit egyébként táborozásra elkérnek. Mi többet nem kérünk, és így mintegy 1800 gyermeket tudunk táboroztatni, és ehhez jön még a Szigligeti nyári tábor, ami szintén közel 1000 gyereket tudunk táboroztatni. A tavalyi évben több mint 200 000 gyermek táborozott a 2018-as nyári szünet alatt, derül ki a táborfigyelő adataiból. Azért is nagy segítség az önkormányzati táboroztatás, mert egy két gyermekes családban két hét napközis tábor ára körülbelül 130 000 forint. Ha ott alvós lehetőséget választanak, akkor pedig a 200 000 forintot is meghaladhatja ez az összeg. Sok családban egy ekkora kiadás nagyon megterheli a költségvetést. Minden nyíregyházi köznevelési intézményben van egy szervező koordinátor, a szülők az ő segítségükkel tudják beiratni a gyermekeket a táborokba.